most muszáj lecseréljem. Mert nagyon-nagyon sok a HP különbség. Így kicsit most kevésbé vadak lesznek ebbe a körbe a statjaink, viszont sokkal több HP-nk lesz. Jó, treasure. Ezt elkezdjük körbe rakni veszettül. Úgy. Na nézzük. Teljesen más ez a rugó, mint a Warrior volt. Sokkal neccesebb. Tehát amúgy egy rugó az ilyen is kell legyen. Sokkal esetlenebb, de nagyobbakat rak. Ugye? Na miről maradtam le? Nem tudom, mit spamelt Hirx, lemaradtam Mohó Jojónak a spamjéről, de... Jó. Még egy treasure, de jók vagytok. Még egy vámpír, elegem van, hagyjatok már a vámpírokkal, baszki, már mint a manóba. Trófeatáskát ki tudom ennyitni, de hát nem, hát az arra van, hogy... Lássam, hogy hány lootot kapok a kör végén. Jó, stop. Ez egy hitelem őket, értitek? Ez mennyire vad. Krit nélkül is gyakorlatilag egy hitelem őket. Hát a Mountain-t azt inkább ide rakom. Na, mindjárt megvan a loot. Nagyon vad ez a... Stop! Stoppolj le! Jó, mindegy, ezek elveszhetnek ezek a looton. Evasion, damage to a crit. Damage chance 10, azt kérem szépen, crit chance. Max HP damage to all. AOE sebzés. Evasion bónusz. Így. Így. Igen, így akarom. Meg tök jó, meg a rugóval így gyakorlatilag mindig a kör elején van a gírelődési fázis, hogy így megkapjuk a lootot, és akkor így lehet gondolkozni. Na, ez megint egy szuper chest. Köszönöm. Hány százalék esélyem van a critre? 26. Jó. Azt mondja, hogy... Rakjak le még vámpírt, de már vámpír palota lesz, basszik. Nagyon félek. Van két vámpír izé, hát ez halál. Ja, bazzeg, ott van még egy treasure-öm, azt elfelejtettem, hogy azt is körbe kéne rakni. Ó, anyám! Na, néztem a vámpír falut, nem? Hogy izé... Hát ezt megint nem mondta senki. Várj, most átalakult az a falu, amit megvámpíroztam. Most már heal-el és questet ad. Na várj, hát az nem volt szó, hogy ez így ekkorát megy. Hát akkor az összes falura mehet. Na, most ebbe a körbe lehet, hogy meghalunk, de ha nem, akkor az hatalmasat fog menni. Ah. Igen, átalakulnak a faluk, ha kitisztogatjuk őket, a vámpíros falukat. Igen, ez nagyon magas a risk reward ennél a rugókasznál. És azért erőltettem a treasure körül nagyon, hogy bármit odarakjak, mert félek, hogy itt nem fogunk sokáig létezni. Road Lantern. Na, ebből még egyet kérek szépen.
Igen, de hova akarjalak téged? Ide. Lehet, hogy följebb rakhattam volna. Jaj, de veszélyes, srácok, nagyon félek. Olyan alacsony HP-n vagyunk végig. Nem nagyon találnak el, mert ivédelünk, meg... ez nagyon túl izgalmas. Level up, kösz. Fasz, the hero receive 10%-kal kevesebb, a 7%-kal kevesebb sebzés minden ellenség után. Aha, smoke screen. After losing 20%-kal finalizing in a battle, hero with evade. Ha sok ellenség van, akkor kevesebbet sebződünk. Ez elég OP-nak hangzik. Azt kérem. Jó, mondjuk ameddig egy hiteljük az ellenséget és gyorsabban ütök, mint ők, addig nincs baj. Akkor van baj, amikor ez nem így történik. Jó, most nagyot healelt rajtunk ez a falu. Szuper, kérem a treasure-t. Úristenem, akkorát megy itt minden, hogy ez... Nem lesz. Miért oda raktam? Mert béna vagyok, nem oda akartam rakni. Az Isten verje meg a hülye fejemet. Kaptunk még egy lámpást. Ezt ide rakom. Na nézd meg, ivédelget a másik is. Beacon. Hát nem merek már beaconozni. Nem kellett volna lerakni, meg kellett volna tartani. Nézzek, megint rossz, már be vagyok rúgva, megint rossz helyre húzom a mező. Pedig nem is ittam. A lootokat is nézni kéne. Nem jobb. Na ez lesz a necces rész. De nem! Nem lehet bántani engem, értitek? Hát én vagyok az. A nem bántható fiatalember. 23 trófeám van megint. Be kéne perelni. Viszont még csak 5-ös szinten vagyunk, és már mindjárt itt a boss. Tehát, hogy van baj. Nagyon rosszul építettem itt a treasure-ök miatt. Igen, itt a less damage bónuszomat mutatja ez a kis kék trétemen. Stop. Ezt a hegyet még itt be tudom fejezni. Gargoyle, jó, az nem lehet akkora gond. Nem hát. Gyűlnek az Oblivion kártyák. Most jön a loot eső. Stop. Mi nem lett hegy? Megint elszámoltam valamit? Annak hegynek kéne lennie. Az miért nem lett hegy? Az 3x3. Halló? Na jó. Jöhet akkor a loot. Jesus Christ. Katar. Kaptam egy egész nemzetállamot? Vagy hogy, mi az, hogy Katar? Az mit jelent? Mindenesetre jót sebez, csak nem tudom, mi az, hogy Katar. Counter, critical damage, crit chance. Jó, az nem kérdés, ezt fogjuk használni, meg ezt fogjuk használni.
Max HP, damage to all, crit damage chance. Na most az a kérdés, hogy greedy leszek-e, és rámegyek a crit damage chance-re, ahelyett, hogy dodge-olgatnék. És természetesen erre az a válasz, hogy igen. 52% eséllyel kritelünk, srácok. De ez még lehet több lesz. Nem, 16%-ot ad a cipőm. Nagyon, nagyon penge élen táncolom. Ez több evasion-t ad. Hogy állunk? 17%-kal dodge-olok. Igen, hát most nagyon, ez nagyon crit build lesz. Nos, itt némi szörny túltengés van, srácok. Azon túl, hogy jön a boss. Tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, egy híres embert ilyenkor érdemes idézni, hogy you only live once, kivéve ebben a játékban, ahol többször is élhetünk. Adrus, köszi a 10 hónapot, Pangyi a 6-ot. Köszi, köszi. Tudom, hogy mindjárt itt a boss, hát ne törődjetek vele. Itt ez, most bemegyünk. Nos, a kriteléssel nincs baj. A baj az, hogy megütnek. Igen. Jó, meg kellett próbálni. Meg kellett próbálni, ez... Igen. Ez kicsit túl offenzív lett ez a build. Semmi baj. Igen. Megyünk még egyet. Megyünk még egyet, mert most itt kevés lett a loot. Áj, rohadt jó. Na, rőzs rugóval megyünk megint. Kártyán. Nem kaptam. Jó, mehet. Lehetne egy... Nem is tudom. Előrejelzéseken gondolkoztam, Hirks, de nem tudom, hogy mit lehetne. De amúgy lehetne pergetni. Csak kérdés, hogy lúponként pörgessük az előrejelzéseket. De valahogy itt kell tartani a nézőket, akik már unják, hogy mi ez a pixel itt, oké, valamit ki kell találjunk, srácok. Valamit ki kell találni. Hogy kéne jó előrejelzést csinálni? Hogy körönként, hogy a kört túléled-e? Lehet. De még azért várjunk szerintem, vagy nem tudom. Bár lehet folyamatosan pergetni tulajdonképpen. Csak akkor legyen benne a loopnak a száma az előrejelzésben. Tehát kezdjük így, hogy a harmadik loopot túléli-e, és akkor utána lehet hatodik loopot túléli-e. Valami ilyesmit, valamelyik moderátor, ha esetleg. Nem kell minden körönként, csak hogy néha legyen egy. Szerintem. Vagy kérdezzük a boss-t. De nem, mert az még tőlem függ, hogy rámegyek-e a bossra, vagy nem. Azért nem akarom azt. Na, közben itt kezdem a rakást. Jó. Vámpírkodjunk. Ezeket még nem... temető, az is jöhet. Erdő. Erdő. Jézusom, mindig kikattintok a játékból, ezt megijedek. Na, adjál útot. Mehet. Sok választás nem volt. Temető jöhet. Na nézzük, ez egy kiváló. Túléli-e az ötödik loopot? Jó. Úgy. Úgy, köszönöm szépen.
Ja, mehet 5-ösével, igen, az úgy korrekt. Az így korrekt. És akkor nyilván, hogyha a következő az lesz, hogy túléli a 10. loopot, hát nyilván lehet, hogy 8. meghalok, de... Mondjuk úgy is lehet gondolkodni, hogy... Ha vissza is vonulhatok. De nem árulom el. És akkor mehetek. Jó, hát nyilván itt az elején mindenki azt hiszi, hogy... Most föl kell mérjük először a tippeléseteket, srácok. Először belőjük, hogy a közönség mennyire bízik bennem, és akkor majd utána kevésbé lesz egy oldalú. Az egy jó chest. Az fozs. Egy magasabb szintű cipőt fölhúzhatunk. Főni, ez itt a max grafika? Na azt a gyermeket kell inasba rakni. Nem. Igen, ez a max grafika. Ez egy ilyen csúnya játék. Sajnos ez egy ilyen csúnya játék. Nem tudom, hanyas loopnál haltam az előzőbe. Ilyen 6-7 körül? Roadland turn. Azt. Hát, hogyha itt vadulni akarok. Igen, ez amúgy itt lenne célszerű. Kérdés, hogy hol fogok vadulni. Itt fogok vadulni. Na, nagyon sok medót kaptam, tök jó, csak... És már treasure-t is kaphatnék. Nagyon jó, most remélem így jó lesz a hegy. Most már elbizonytalanodtam, hogy hogyan tudok hegycsúcsot csinálni. Eddig azt hittem, hogy 9 hegyet vagy követ egymás mellé rakok, de úgy néz ki, hogy rosszul gondoltam. Loot. Köszönöm. Azt mondja, hogy chest, attack speed-es chest. De amúgy szar, csak... Igen, ezt pörgetni kell gyorsabban, mert... Ők ezt kritet ad, ez lehet, hogy rámegy, de ez meg csak 3-as. Az, hogy annyi HP különbség van a szintek között, hogy le kéne cserélni most már a damot is. Hogy hiába jobbak. 20-30 szint, annyival több damot adnak, hiába szürke. Ja, max egy hegy lehet a pályán, azért nem sikerült, bocsánat, köszönöm. Yoda mester, köszi a... Az ajándék előfizetés folytatásán. Köszi. Az vagy a rúgóval nagyon magas dodzsolás értéket kell elérni, vagy nagyon magas vámpirizmus, mert különben szumendárék amanduk van. Jó, hát el kéne kezdjem lepakolni a medót, hogyha nem kapok treasure-t. Nem kellett volna két vámpír falut egymás mellé rakni, ez távolabb kellett volna. Nem gondoltam bele, hogy minek raktam oda. De majd ezek a dolgok kicsit jobban beidegződnek, és akkor automatikusan kicsit jobb döntéseket fogok hozni. Na jó, most már muszáj vagyok pakolni. Hogy legyen egy kis HP regenerációnk. Mert... Kapjuk nagyon. Mondjuk azért vicces lenne, ha mindenki arra fogadott, hogy gyűlölem az 5. loopot és meghalnék. Azért legalább abban a szempontból rázna a röhögés egy kicsit. Mezőből is lehet 9-et lerakni? Hogy ilyen nagy mező legyen? Vagy nem tudom. Lehet azt kéne. Na most már valami jó lootot kérnék szépen videójáték, mert vannak bajok. Köszönöm.
Azt vittem. A Magic Damage. De mit csináljak a Magic Damage-eddel? Szüljek sűnt vele, vagy mi legyen vele? Crit Damage Chance. Jó. Kriteljünk. Vagy max HP. Kell a max HP, mert halok. Ja, trait. Nem látta senki, bocsánat. Két másodperc evade. Az nagyon kevés ez a két másodperc evade, de... Inkább ezt a damage csökkentőt veszem. Most nagyon gyenge vagyok amúgy. Sajnos. Azt érzem a testemben, hogy nagyon gyenge vagyok. Gyerünk kicsi rugóm, gyerünk kicsi rugóm, adagoljad nekik. Utána itt olyan szép falu lesz, hogy elképesztően lehet gyógyulni. Jó. De. Elhasználom az Oblivion kártyát. Na. Még egy vámpír. Treasure. Jókor jöttél meg, te is, drága Treasure. Jókor jöttél meg. Nem merek lerakni még egy vámpírt, hát így is megcsuklok a kör végére. Ez halál lesz konkrétan. Ne hajj meg! Na! Ötödik kör. Mi volt a szavazás? Túléltem? Az, hogy túlélem-e az ötödik kört, az volt a szavazás, nem? Hát, akkor itt nagyot nyertek. Amúgy esküszöm, ez nem szándékos volt. Nem, ezt a rugót, ezt okosabban kell építsem. Ezt a Warriorral ügyesebb voltam. Lehet, hogy kéne a potion. De én meg nagyon akarom látni a nekrót. De lehet, hogy szépen lassan kéne haladni. A potion az inventory slotot foglal. Csináljuk meg ezt. Nem kell kapkodni, csináljuk meg a herbált. Ott a herbális menyecske, oda néz az asszonyság. Rosszú tipmix szűtetek. Hát, bunda. De hát nem volt bunda, hát láttátok, hogy nem volt bunda. Nem jött a loot. Kaptam új kártyát, de amilyen fasz vagyok, nem néztem meg, mert kapkodok. Na, nyugi, most nagyot rakunk. Néha vannak ilyen félre sikerült ránok is. Belefér. Aha, ja nem, ott a potion. Aha, és akkor azt simán klikkelem? Majd megnézzük. Nagy pontduplázások voltak. Nézd meg, és most az én hibám, hát... Na most mindenki átgondolja egy kicsit, hogy mire fogad. Most ez mindenkinek egy lecke volt a fogadásról. Fogadásból óvatosan, mert... Az nem a meggazdagodás útja. Ne roncsam tovább a helyzetemet, azt mondjátok, maradjak csöndbe, jó? Ide rakjuk a Battlefieldet. Yes. És hát akkor itt erdészkedünk. Elkezdünk hegyet építeni. Úgy. Na, ezt tudtam, hogy fájni fog a nagy nyerésekből. Toldi ki is váltott a Pityu bácsit. Na nézzük. Jó napot kívánok mindenkinek! K, azaz K Nagy István vagyok, ahogy sokan ismerhetnek. Ez a kurva nagy rövidítése, mindegy.
miért, mivel játszanak ma? Mert azt már vágom, hogy maguk itt ilyen videójátékoznak, tehát ezt a színvonalat, azt vágom, hogy ilyen 2 éves szinten van. Aha. Látom, tehát sikerült a múltkori színes állatkákat gyakorlatilag egy ilyen 62-es... Hát nem is tudom, hogy mi ez a hányás bassz meg, amit látom. Ez játék? Vagy odaadták a kis... Vagy ez a rajztudásuk, nem? Kicsit így képzelem el a cseten lévők rajztudását. Egy elég fos. Mármint, hogy nem, hát nyilván azt tanították annak idején, hogy a speciális embereket is kordában kell tartani. Tehát nem büszke vagyok magukra, büszke vagyok. A fejlődés egyértelmű, stabil, lefelé mutat, de hát mindenki úgy cumisztatja magát, ahogy szereti. Én jó szórakozást kívánok maguknak. Meg hát nem tudom, a gyógyszertárat majd elsék útba, de köszönöm szépen. Hát annyira ez a játék se nyerte el Pityubá tetszését, én nem tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy neki így bármi jó legyen, de nem szabad vele foglalkozni. Én azt mondom nektek, nem szabad komolyan venni. Jó, most már egy treasure-t adhatna a játék, hogy valami lootot haza is vigyünk. Köszönöm szépen, minden kívánságom itt teljesüljön. Temető. Ah, mehet ide egy temető egyből. Egészségedre, Dark. Egészségedre. Igen, azt kéne megnéznem, hogy követ kéne hazavigyek, de hogy miből van a kő, arra nem emlékszem. Hogy a követ azt miből szerzem. Mert ezek csak kis kövecskék. Na most már azt nézem, hogy ugye miből tudok építeni. Jó kis quest mob. Kéne az a trait, ami jobb lootokat ad, mert ez veszélyes a dolog. Ide rakjuk a lámpást. Temető. Az jöhet még ide egy temető. Bacon. Jó. Rakjuk körbe a treasure-t, és itt van a fa. 12 kiskőből lesz egy nagy kő. Á, köszi puli. Hadd nézem meg a potion-t, mennyit heal-e? Heals you by 4% of HP when your life is in danger. Ja, hogy ez magától heal, kérdőjel. Ez magától heal-e, jól értem, srácok? Village. Ó, hova rakjunk village-et? Akkor itt nagy rakások lesznek, úgyhogy ide rakok egy falut. Jó. És itt olyan campsite. Úgy. Igen, öntől. Köszönöm. Hoppá, egy 4-es cipő. Crit damage, evasion. Hát... Damage to all defense. Nem, rá kéne menni a dodzsolásra, hogy konkrétan eltalálhatatlan legyek. Csak evasion-ös cuccokat fogunk fölvenni. Mert a két fegyver a damot megoldja. Szerintem. Kiváló, rengeteg loot. Jó. Még egy falu. Jó, megvan a hegy csúcsunk. Szuper. Egy kis heal. Akik a village-ben laknak, az a village people, igen. Nem kell. Most nem is hílelt a falu, csak vesztet adott. Ja, mert az később van.
Megint szar lootokat kaptunk. A fegyvert le kell cseréljem most már, mielőtt itt már így is megőrültetek, gondolom, hogy nem cseréltem le a fegyvereket. Hát szar ez így mindenhogy. Treasure. Vámpirizáljuk a falvat kiváló módon. Igen, minden második lerakott tábor, vagy mi falu után spónol a bandita tábor. Így van, ahogy Hirk szírja pontosan. Na, és abból is csináljak vámpirikusat? Nem, most nem követjük el azt a hibát, mint legutóbb. Most egy kicsit óvatosabban játszunk a videójátékkal. Most egy kicsit ésszel. Kicsit ésszel kéne, mert a rugó ez egy gyengét szerető. Sok ellenség, az nagyon veszélyes. Most a következő kör az amúgy is necces lesz. Mondjuk, ha kikriteljük a banditákat, akkor nem, ez így jogos. Hopp, egy cipellő. Nagyon jó. Vittem. 22% a dodge értékünk jelenleg. Ha elég dodge-ot szerzünk, akkor a potion-ök meg a faluk azok szépen föl tudnak minket healelni. Kérdés, hogy tudunk-e elég dodge-ot szerezni. Az a videójáték kedvétől függ. Na, megint a vámpír falu. Ezt nézzük. Fáj a testemnek ám. Igen, ez a quest mob az ott... pofozd már le! Azaz. Határeset. Potion-öket el is használta a karakterem. És azok újra töltődnek körönként? Nem, mi? Ez nem túl egyszerű lenne. Jó, nyugodjunk meg egy pillanatra. Úgy, világi lootok, köszönöm. Jó. Nagyon jó. Hát. Hát. Evasion bónuszos fegyver, az nagyon jó. Igen. Ez kevesebb evasion-t ad ez a chest, de attack speed-et ad. Pluszban. Cipő. Crit chance-es. Jó. Hát nem jó, de... Nem jó, necces a szituáció. Na mutasd, mit adtál. Countert ad. Evasion helyett. De abból nagyon sokat. 16%-ot. Ó, te drága Clementina, csak tudnám, hogy miért szopadsz. Ez többi. Jó, hát akkor defenzivitásra megyünk. Ez meg 18%-ot ad, a sima szürke. YOLO. Várja, ott még van fegyver. De többet sebez a... Ah.
Nem merem eldobni az evasion bónuszt a több sebzésért, mert félek. De ez meg dupla annyi armort ad. Muszáj vagyok fölvenni a magasabb szintűt. Fú, gyerekek, hanyadik kör jön? Az ötös. Na, most már féltetitek a pontjaitokat, skill pont. Az Oblivion kártyák használata az... Az nem, itt az item. De amúgy az Oblivion kártyák használata az is hat a boss spawnerre? Srácok. Nem költői a kérdés, látom ezt. Igen. Aha. Csökkenti a... What? Csökkenti a progresszt? Nem, én pont ellentétesen értettem. Tehát azzal tudjuk késleltetni a bosszt, ha használom az Oblivion kártyákat. Mindenesetre úgyis a lootos kell, muszáj a lootos. De azért jó, ha ezt tudom. Na jó, nézd, hát nagyon nem sikerül a dodzsolás. Csak 24%-on vagyok. De viszont kaptam egy potiont. Nem merek lerakni el, semmit nem merek lerakni. Gyenge vagyok, gyenge a testem. Lehet, hogy oblivionoznom kell amúgy. Azért rakom a követ a mezők mellé, mert akkor többet hílelnek. Ugye a mezők azok minden nap hílelnek. Tehát ha itt végigmegy fönt a napocska, akkor hílelődik a karakterem. Ezektől félek, ahol több enemi van egyszerre. Jó. Aj, de mit kezdjek a békonnal? Nem kell a békon. Nem békonra van szükségem, hanem HP-ra. Pedig elsőre milyen ügyes rugót építettünk, aztán azóta bénázok nagyon. A boss mennyire erős? Nagyon. A boss? Nagyon. Cipő. Evasion 6%. Plusz evasion bónusz. De mi az evasion bónusz? Evasion 6% plusz 8% evasion bónusz. Plusz crit damage chance. Azért ez jobb. De ez meg 4-es szintű. Mi a pöcs, hogy 4-es szintű? Ez nagyon sok. Elvesztem a teljes evasionemet. Nem tudom használni. Treasure. Hát nem tudom hova rakni. Na most ez a halál, ami itt van, azt úgy hívják, hogy halál, úgyhogy most ezt megoblivionozom. Akkor is, hogyha elbukom a questet, ezt nem. Az szerintem nem éltem volna túl. Majd lerakunk egy másik falut, vagy nem tudom. Az túl félelmetes volt, quest mobbal együtt. Ja, oda nem tudok rakni. Ó, de jó vagyok. Hülyébbnél hülyébb döntéseket halmozom. Jó, na adjál valami olyan lootot, hogy megborul mindenki. Hát nem borultam meg.
Hát nem borultam meg. Több dam. Na jó, valaki magyarázza el az evasion bónuszt. Tehát most, ami rajta van az egér, az 7% evasion-t, meg 13% evasion bónuszt ad. Ja, igen, hír szépületet tudok oda rakni. Hát az, amúgy mi a különbség? Mert összeadva az 20, tehát több. Az simán összeadod, és 20% együtt. Félek. Nem, tényleg. Nem lettek sokkal jobbak a statjaim, viszont most legalább két potionem van. Rakhatok ide egy Vampire Mansion-t. Megvárhattam volna, igen, halad a karakter! Jó, szépen ügyes, nem sietünk sehova. Lantern. Hát hol raknak meg nagyon? Mindenhol. Az meddig ér el? Hát ide rakom. Meadow. Hát túléltem az ötödik kört, tényleg, GG. Mi a simán a ritka statoknál hívja bónusznak. Igen, értem. Zetim. Na, ki fogad arra, hogy túlélem a tizedik loopon?